Bázis terület sorsolás. No, halló mindenkinek. Réka 882 Zseka, és rászólni az ellenfeleink. Úristen, Réka 40-es szintű. De a várány kutyaszartér konkrétan, tehát nem egy jó játékot szerintem. Hála Istennek. Meg is próbálunk kikezdeni vele. Nekem László négy jobbnak tűnik a 18-as szintjével. Hova rakom vajon? Természetesen először kezdtem oda. Az ábja közül melyik nem kacsa? I don't know. Ez így jó! Most direkt vágok. Terjeszkedés. Ki hova terjeszkedik vajon? Hát a terjeszkedés eddig így áll is itt a kérdés. Ki volt a magyarok parancsnok a temesvári csata alatt? Hát ha nincs itt izé... Görgei Artúr, akkor Bemi József. Bemapó. Hát, Bemapó. Ugye milyen jól lehet vágni ezzel a mobizennel? Persze, hogy nem tudom. A fene egye meg. Ki egyenlített az a tudás, amikor a... Elsőt nem tudták, melyik ország nemzeti étel a knédi. Istenem. Ez nem tudom, Románia lesz, nem, Csehország, azért jól van. Azért legalább, és Réka nem tudja, 40-es szinkérvág, az hogy lehet? Na mindegy. Ez csak így jobb lesz nekünk. Terjeszkedés folytatódik. És most jön el az én időm, amikor elfoglalom Pest megyét. Milyen nemzetiség volt William Eindhoven? Az elektrokadro... Mi van? Ó! Oh. Holland, Holland, bazeg! Holland! Holland, és ki volt az a holland, aki ilyen buszt rakott, ami a 123-asban van, meg a további nem... további sorolhatnám mibe. 123-as, 135-ös, konkrét ezzel kettő a nagy kutyaszar. 135-ös az ajtóműködés, amiért a 123-as egész nélkül dobál konkrétan. És folytathatnám tovább. Mikország labdarúgó csapata, Dinamo, Kiev. Ukrajnáé? Hogy basztalak volna meg érte? Ki egy állított a segg köcsög? Válaszol gyorsan. Hányi éjszakán át mesél. Mi van? Három kellett volna, hogy legyen. 1001. Ja, hogy ez az 1001 éjszaka? Aha. Értem. Hát akkor elszólni a terjeszkedő. Mikiben alapította meg 22 magyar művész magyar művészeti akadémiát. És 1992 legalább én terjeszkedek. És hogy hova? Hát ide, Pest megyét elfoglaljuk, tessék, ennyi. Válaszol gyorsan. Mikiben hajtotta végre Kovács Endre az első ejtőernyős ugrást Magyarországon. Nem tudom, mikor élt Ejtős Endre. Vagyis, hogy nem Ejtős Kovács. Tessék már, ejtőzök Kovács helyett. Jó, válasz, jó, nézz, álljon akkor le. Engem az se érdekel, hány aranyéremtől esett a Magyarország doping ügyek miatt 2004-es athéni olimpián. Kettőn. De hogy a fene vinne el, hogy azt a hülye faszopó hármat előbb tippeled ki, mint én. Vagyis, hogy gyorsabban írod be, és küldöd el.
méter a mély Kaszpi-tenger legmélyebb pontja. Fogalmam sincs, 1025. Ekkora hülye zöldet, amilyen a lászlóné most. Hát tegnapi borzasztó nagy szerencsém is felkerült volna ide, elájultatok volna rögtön. Melyik a majd számot jelöljük a sorda, hogy szerencsém egy székének utolsó öcsi betűje. Fogalmam sincs, borzasztó, hogy Zemplén székének utolsó előtti betűje 50. Akkor az mi? Várjál, akkor most elkezdek gondolkodni, hogy az mi, ami utolsó előtti. Válaszol gyorsan. Ami egy elbetű. Neki megszűnt meg a borsói szerződés. Hát jól van. 1991-ben. Persze, hogy mind a kettőtök közelebb, mivel nem csak az egyikőtök, aki Réka. Tehát teljeszkedik tovább. És utána már kezdődik is a csata. Na Réka, engem támad. Ajjaj, szopok. Kitől származik az idézet? Ne feleljenek. A tökéletességről sosem érik el, basszus, nem tudom. Fogalmam sincs, dehogy is nincs. Beszoktad. Ez így jó. Na Lászlóné, engem támadsz egy Rékát. Kit szopatsz? Engem természetesen. Milyen ember a vizes nyolcas? Vizes nyolcas jelentéktelen. Kajak jó tipp. Hát, na gyere, szopast. Gyere, leszoplak. Vagy hogy leszopadsz. És hogy leszopsz. Hogy hívják Mr. Bean mackóját? Daddy. Nem láttam, de... Ennyi. Beszoptad. 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 Ezt tegyük félre, és akkor csatázzunk tovább. Rászólni és Rékát támadja. Kinek a mi van Mosolyországa című operett? Lehár Ferenc. Hát most már ezt is tudjuk. Legkevesebb hány bankjeggyel fizethető ki? Pontosan 225.513. Réka, kiszámoltad vagy? Segítséget kértél. Mondom, annyira jól nem tudta kiszámolni. Válaszolj. Mit csinál az, aki rokkát hajt? Fon. Ennyi. Foglalom a teleportálódott területeket. Ennyi. Teleportálódott területeidek, annyi. Viszont mind a kettő már csak engem tudtál mondani. Milyen stílusban épült a párizsi Notre Dame székes egyházban? Szus barokk. Gótikus. Na ne mondjad. És akkor én támadok. Azt ott. Még a várvalati területét. Melyik országban született ki, mi, vendégember? Milyen neve van? Az Finnország, nem svéd. Bazd meg, na mindegy, így is még maradtunk első kára a jó égnek. Válaszolj! Engem. Miért engem? Az ábi számok közül melyik prímes szám? 23. Szép lett volna, ezt nem tudom. Még szám a zenekarnak. Ez mondjuk a film. 101. Ez egy kis kutya vagy, mi a faszom? Ja, nem faszom, bocsánat. Na, még akkor is első vagyok, tehát semmi gond. Don't fos.
szólj. Potátó, szárka, pocsont. Szárka, pocs, csont. Kapocs. Fogalmam sincs. Rápszár. Jó. Akkor ezt is tudjuk. Válaszolj gyorsan. Egy pillanatom van az epi molekulában. Csak kettő. De feleljen meg, hogy te is szopadsz engem, te buzi geci. És megint izé támad engem a Réka. Feleljen meg. A váramat. Melyikon nélkül található Gabon? Afrika vagy Ázsia? Afrika, ugye? Nem, de jó, azért. És mind a kettő ott a váram mellett. Először Rékát szoptatjuk szépen. Még városban nem működik ítélő tábla. Istenem. Veszprém. Persze leszek, tudod a gecibe. Persze, hogy ne szopassél a faszba. Természetesen te is a váramat támolod. Melyik vitamin a pantotén sav? Pantotén sav? Pedig csak tipp. Nem tudom én ezeket, melyiképpen szeretett. Mi van? Színész, ez mondja. Fogalmam sincs. Született. Jó. Ez így jó. Ez így megúszva. Viszont még van két kör. Miért mind a ketten a váromat szopatjátok? Mi Bödöcs Tibor foglalkozása? Fogalmam sincs. Humorista, persze, hogy ne. Jó van. Az alábbi vadnyugati hősök közül ki volt kitalált személy? Úristen. Hát Bicegő névvel csak kitalált lehetett volna. Vagyis hogy lehet? Nehogy lesz egy többet belőle, milyen hozzávalóra nincs szükség a tiramisú sütemény elkészítéséhez. Kávé. Barackekvár. Persze szopas a barackekvároddal, jó van. Építsük először is erőd, először is rá erődöt, bepáncélozzuk és építjük a várat. Na nézzük, tudom már kérdést, milyen nemzetiségű sportó volt Anett Pödzsitz, mikor csajázó, hát... Kondomi... Német. Ó, fenébe. Ja, hogy megint én vagyok? Hát akkor építjük a tovább, akkor építjük a várat fel. Építsük a maradéktalanul. Hogy hívják frakkadzdáját, Károly bácsi? Na ennyi. Ezt próbáljátok lerombolni. Jó vagy a honfogaó is. Hol a páncél? Melyik a legalacsonyabb rendfokozat? Vezérezredes, vezérezredes. A tábornagy vagy a lezredes mondjuk. Válaszolj gyorsan! Egy pillanat, pályafutása során Németh Ferencet tusázó. Hát mondjuk négyet. Ki tudja, kettőt csak. Persze a páncélomat megeszeded. Válaszolj! Hol szigetett Adi Endre? Fogalmam sincs. Ér mint szent. És már csak Réka támad. Aki végre nem a fáramat, melyik részét fogyasztjuk a padizsánnak? Várjál. Annak a levelét fogyasztjuk, vagy a termését. A termését. Á, büdös fenébe! Hogy eszed ez a területemet, te buzi! Istenem!
A fene egye meg, hogy a területemet képes vagy leszedni. A fene enne meg, Istenem. Jó van, na. Istenem. Miért szólt vele az életembe? Na, mert bocsánat, technikai hiba. Na, hát akkor... Nem. Befogom. Jó van. Ennyi. Állítjuk. Hello mindenkinek.